A sikeres szavazáshoz fontos néhány határidőt szem előtt tartani. A legfontosabb határidő május 22-e, szerda 16 óra. Eddig lehet átjelentkezést kérni. Erre az jogosult, aki a választás napján Magyarországon tartózkodik, de a lakóhelyétől eltérő címen szeretne szavazni. Például, ha egy ceglédi Budapesten, akkor a helyi választási irodától eddig az időpontig kérheti ezt. Mindenképpen írásban, de személyesen vagy elektronikus úton is be lehet adni a kérelmet a helyi választási irodához. Most is lehet mozgóurnát kérni. Annyi, hogy a határidő az péntek, 24-én 16 óráig lehet mozgóurna kérelmet benyújtani, szintén írásba, formanyomtatványba, ez a hírmondó számába, a korábbi két számába megjelent, tehát az teljesen megfelel, de ki ezzel is meg lehet írni, ennek is megvannak a formai követelménye, és személyes adatokon kívül kell, hogy tartalmazza az indokot. Ugye, ha három indokot, amit felsorolok, valamelyiket nem tartalmazza, akkor el kell utasítani a mozgóurna kérelmet, fogvatartása, fogyatékossága vagy egészségi állapota miatt. Vagyis, ha mondjuk valaki ceglédi és a kórházban van, akkor kérhet mozgóurnát, de a korábbiakkal ellentétben nem kell külön átjelentkeznie. A kettes szavazókör, amely a református iskolában lesz, megy ki az adott helyszínre a szavazás napján. Aki május 24-én, azaz pénteken 16 órát követően adja be elektronikus úton a választási irodához a mozgóurna kérelmét, azt már a választási iroda nem fogja elbírálni, hanem megkapja a szavazatszámláló bizottság. Reggel, mielőtt kinyit a szavazó helységben, ugye megkezdődne a szavazás, akkor elbírálják, és napközben ez a nagyon fontos változás, erre hívom fel a figyelmet a határidő betartására, 15 óra helyett 12 óráig kell eljuttatni a kérelmeket az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz. A 12 óra után akkor már el fogják utasítani a mozgóurna kérelmet. A kérelmek elérhetőek a Nemzeti Választási Iroda honlapján a www.választás.hu oldalon, Cegléd város honlapján, valamint a ceglédi helyi választási irodában személyesen. A szavazás pedig a szokott módon történik. A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát, érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel, valamint a lakcímét vagy személyi azonosítóját. A névjegyzék aláírása után a voksoló megkapja a szavazólapot, amit ott előtte pecsételnek le. Borítékot is felajánlanak, amit nem kötelező elfogadni. Ezután le lehet adni a szavazatot.